Köszöntöm a kedves nézőket! Kerékpározni jó, főleg ha szép az idő és csodaszép helyeken is járhatunk. Erről szokott gondoskodni mai vendégem, Fekete Imre, aki 11 éve szervez kerékpáros túrákat környékünkön. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mindenki emlékszik az első túrájára, úgy gondolom. Hová mentek az első túra alkalmával? Hát a legelső túra alkalmával a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba tekertünk ki, Fertő-Újlakra, valamint a helyi Hanság főcsatornát tekintettük meg a többiekkel. Már az első túra alkalmával lehetett látni, hogy ennek elég nagy sikere lesz, ugyanis majdnem 30-an voltunk. Én úgy voltam vele, ez volt a legelső túra annak idején, hogyha 15 ember lesz, akkor már boldog leszek, úgyhogy teljesítettük a tervet, ami nagyon, nagyon eredményező lett a következendő években. Nagy volt az érdeklődés. Kikkel indultak első körbe? Gondolom, hogy barátok is jöttek, azért szomszédok. Így van, tehát családtagjaimmal indultunk el, és akkor hozzánk csatlakoztak a helybéliek először, és ahogy teltek, múltak a hetek, így a környező falvakból is elég szép számmal csatlakoztak hozzánk, és ez mind a mai napig így van, szerencsére. Honnan jön a kerékpározás iránti szeretet? Honnan jött az indítatás, hogy túrákat szervezzen? Hát igazából gyerekkoromban már nagyon sokat bringáztam. Az első kerékpáromat 10 éves koromban kaptam, amelyel nagyszülemét látogattam meg Süttörön, ami két falu alléban tőlünk, napi szinten, és valahogyan ez így bennem maradt, hogy bringázni jó, és jó időben mindig is sokat tekertem. Aztán jött ez a lehetőség, hogy alakítsunk egy ilyen szakosztályt, belevágtam, és nem bántam meg. Most már, hogyha beszéltünk a szakosztályról, említsük meg, hogy milyen szakosztálynak a vezetője, illetve mit csinálnak egészen pontosan? Ez a Fertőszépek és Sportköl nevű egyesületnek a kerékpáros szakosztálynak a vezetője vagyok. Éves szinten szervezünk túrákat, márciustól októberig, havi szinten egyet. Ez általában szombatonként van, és olyan 50 és 120 kilométer között szoktam túrákat szervezni. Vannak kiugróan hosszabb túrák is, de hát azt nyilván azt úgy is hirdetjük meg, hogy azért oda kell fizikai felkészültség. Ez mit jelent egészen pontosan? Hát például egyik évben voltunk kint Pozsonyban, az 200 kilométer volt oda-vissza. Azért az már... Oda kell erőnlét, ahogy mondják. Érdekes amúgy, hogy barátokkal indul el először az ember, vagy saját maga túra. Ez mi volt a leghosszabb túra, amit akár egyedül, akár barátokkal ment? Hát egyedül volt egy olyan, hogy Tatáról hazajöttem bringával. Az egy 160 kilométer volt faluknak. Barátokkal pedig megkerültük a Balatont, de két nap alatt, egy nap alatt nem tartom feltétlenül egészségesnek, az 210 kilométer, az szintén erőlétileg bírni kell. Úgyhogy én a kétnapos verziót ajánlom a magam részéről. Érdekes az is, hogy 11 éve tart túrákat. Összeszámolta már, hogy hány túrát sikerült tartani? Illetve melyik volt a legizgalmasabb, legemlékezetesebb esetleg? Hát a 11 év alatt a szombati lesz a 108. túránk, és hát az, hogy melyik volt a legérdekesebb, igazából mindegyik nagyon, nagyon emlékezetes, érdekes volt a maga módján, valamiért, illetve valakikért. Nincsen különös kimondott kedvencem. Van egy állandó túra, amit minden évben meg szoktunk szervezni. Nickre tekerünk el a Duzzasztó gáthoz, a Rábához, és az mindig nagyon jó szokott sikerülni. Ha az idő engedi, akkor főzni szoktunk ott egy bográcsgulyást, és akkor ott piknikezünk, napozgatunk. Azt mindenki szokta szeretni. Mi az, ami nélkül ne induljunk el semmiképpen kerékpározni? Mi az, amit meg kell néznünk az előtt, mielőtt egy hosszú útra indulunk? Hát természetesen a bringákat át kell nézni előtte, tehát fékek, nagyon fontos a keréknek a nyomása, a bárnyomása, az minden kerék oldalán megtalálható, ennek megfelelően ezt készítsük fel, mert annál könnyebb lesz tekerni, főleg egy ilyen aszfaltos úton, mert ha mondjuk erdőben teker az ember, az megint más, illetve például, hogyha 40 fok van, akkor naptej. Az időjárásnak megfelelően is kell készülni ezekre a túrákra.
gondolom azért szokott gondot okozni az is, hogyha van egy defekt, esetleg van-e, amivel meg tudják javítani, van akinek leenged akár a kereke, vagy nem, nincs eléggé felfújva. Ön szokta ezt orvosolni esetleg a helyszínen? Ha hosszabb túrára megyünk, tehát 50 km felett, akkor szokott velünk jönni egy kísérőautó. A kísérőautó több szempontból is jó, mert egyrészt tudja tehermentesíteni a túrázókat, tehát a csomagokat, szendvicseket, ételeket be tudják tenni az autóban, illetve ennek van egy olyan funkciója is, hogy szerszámok vannak benne. Természetesen nagyon sok defekt volt az alatt a 108 túra alatt, de ezeket mindegyiket ki tudtuk küszöbölni, illetve meg tudtuk csinálni két megálló között a kísérőautónak a sofőrje. Ezt orvosolta, amíg utolért minket. Ja, nagyon sokan túráznak, nagyon sokan hegyet másznak. Miben más egy kerékpáros turizmus, hogyha így mondjuk két keréken megközelíteni bizonyos helyeket? Mivel ad többet? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis én személy szerint kéktúrázom is, tehát így gyaloglok is. A kettőt nagyon nehéz összehasonlítani. Tehát mind a kettőnél más-más dolgokat vesz észre az ember. De alapjáraton szerintem a közös az, hogy az ember ki legyen a természetbe, és élvezze azt, amit éppen csinál, valamint hogy megélje. Megélje a sportot és a környezetet. Tehát ez, szerintem ez a fontos benne. Saját magamon is észreveszem, hogyha le vannak az energiaszintjeim csökkenve, akkor kimegyek a természetbe, és azt tölt fel. Azért gondolom, hogy nem tudom, ön hogy van ezzel például? Én nagyon sokszor voltam úgy, munka után is, hogy elmentem egy komolyabb túrára, mondjuk egy 80 kilométeresre, és hiába fáradok el fizikailag, szellemileg viszont nagyon feltölt. És én úgy vagyok vele, hogy nekem erre már szükségem van, tehát ennélkül nem tudnék élni. Ez nagyon fontos dolog, hogy az ember szellemileg és mentálisan is ott legyen. Rengeteg kerékpárutat adtak át az elmúlt időszakban a környékünkön. Mondjunk egy pár helyszínt, ahol mindenképp érdemes két keréken ellátogatni. Hát a környékünkön gyakorlatilag minden faluban van valami látványosság, illetve én úgy is szoktam szervezni túrákat, hogy egy adott eseményre megyünk el. Tehát például most nagyon sok helyen van Szüreti Fesztivál, Dió Fesztivál. Mondom a srácoknak, hogy akkor most ide megyünk, persze, oké, jó, menjünk. De az a lényege az egésznek, hogy mindenki jól érezze magát, vidám legyen. Gyakorlatilag a mi túrázóinknak semmi más dolguk nincs, csak hogy élvezzék a bringázást, illetve jól érezzék magukat. Sokan azért járnak, mert igénylik a kommunikációt, hogy beszélgessenek egymással. Nagyon komoly barátságok jöttek létre ez alatt 11 év alatt, és ezt nagyon jól látni. Mennyire könnyű a gyerekeket bevonni akár egy ilyen túrába? Mennyire bírják? Hát ez szülőfüggő, viszont meglepően jól bírják. Tehát volt idén egy éjszakai fertőtókerülésünk, ahol több fiatalkorú gyermek is részt vett, és nagyon-nagyon jó bírta. Én személy szerint meglepődtem rajta, hogy milyen jól jönnek a srácok. De ez nevelés kérdése, tehát hogy ki mennyit foglalkozik a gyerekkel, hogy kivigyük a szabadba, megmutassuk neki a természetet, az erdőt, a bringa, hogy működik. Tehát ez szoktak keresni, hogy vajon a gyerekük bírja el majd a túrát. Hát én ezt így nem tudom eldönteni, ezt neki kell tudnia. Most akkor ki is térnék hétvégén, ugye szombaton egy újabb túra indul, hova egészen pontosan? Ugye Széplakról indulunk, és az első megálló Fertőszent Miklóson lesz a Kápolnánál. Itt kapunk egy gyors tálatvezetést. Innen tovább haladunk, szintén Fertőszent Miklóson belül van egy 2014-ben átadott kilátó, azt fogjuk megtekinteni. Majd tovább haladunk Csapódra, és Csapódról fogunk visszafordulni Rőtök-Muzsaj felé, ahol reményem szerint be tudunk menni a Szidónia Kastély szállónak a parkjába, az gyönyörű szép. Gyönyörű, így van. És onnan pedig homok, Fertőhomok irányában jövünk hazafelé Hegykőt érintve. Szép. Ez egy 42 kilométeres kör. Gyakorlatilag szerintem ezt bárki tudja teljesíteni. Mennyire van emelkedő esetleg? Hát itt nem nagyon. Nem jellemző. Nem jellemző. Nem. Akkor lehet egészen kicsiket is hozni, így akár van, hátul pontosan, a hátsó ülésen. Jó idő is lesz, reméljük. Hát nagyon remélem. Ez, úgyhogy mindenképpen érdemes kilátogatni. Vannak-e még helyek, mennyien érdeklődtek?
egyelőre nagy az érdeklődés, de a szakosztály nyitott bárki számára, tehát én senkinek nem fogom azt mondani, hogy ne jöjjön, mert sokan vagyunk. Volt már rá példa, hogy 90 emberrel is túráztunk, az már kicsit összetettebb, de meg tudjuk oldani. Tehát akkor mindenkit várnak még szombati napon. 3:49-kor a skanzen előtti parkolóban Fertő Szép Lakról indul a túra. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőinknek is megköszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Viszontlátásra!